Régóta vagyok már a Kékfény szerkesztője, de bevallom, én sem tudtam, hogy a börtönökben külön felderítő egység dolgozik, amíg odabent is bűnöző rabok leleplezésé. Szerintem hozzám hasonlóan sokan lepődnek majd meg például azon is, hogy miért használnak drónokat a razziára induló börtönkommandósok, vagy hogy miért tart órákig egy zárka átkutatása. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy most mindezt élesben tudjuk megmutatni. A Kékfény kamerái előtt buktattak le ugyanis olyan elítélteket, akik a gyanú szerint a rácsok mögül szerveztek és irányítottak unokázós csalásokat. Nagyon fontos, hogy észrevétlenül jussunk be a szombathelyi börtönbe. Ha a rabok bármit megneszelnek abból, hogy mi készül, több hetes felderítő munka megy a kukába. Erre a területre egyetlen zárkaablakból sem lehet rálátni, a kommandó itt készíti elő a felszerelést. Egy utolsó eligazítás a parancsnoki központban. A behatoló csoport és a drónos osztag munkáját másodpercre pontosan kell összehangolni. A célpontok a felderítési információk szerint bentről a zárkából irányítanak egy bűnözői csoportot. Ha minden jól megy, sikerülhet őket tetten érni és döntő bizonyítékot szerezni, mondta az akció parancsnoka. Titott infokommunikációs eszközökről van szó, tehát van mobiltelefonról, mobiltelefon tartozékról, SIM-kártyáról, ami nem használható bent zárt keretek között. Olyan információs felmerült, hogy ezeket az eszközöket az úgynevezett unokázós csaláshoz használják, azaz lényeges, hogy ezt megszakítjuk. A Kékfényben korábban több olyan ügyet is bemutattunk, amikor már lebukott bűnözők a börtönből szervezték tovább az unokázós csalásokat. Ehhez mindössze egy mobiltelefonra volt szükségük. Általában megvárták, míg a börtönben minden elcsendesedik, elővették a rejtek helyről a becsempészett telefont, és hívogatni kezdték a gyanútlan időseket. Az unokázós csalás lényege, hogy a jó beszélőkével megáldott telefonáló azt hazudja az idős embernek, hogy ő az unokája, és nagy bajba került, sürgősen pénzre van szüksége. Ha valaki horogra akad, a telefonáló közli, hogy elküldi a pénzért egy barátját. Egy ilyen akciót akár a börtönből is meg lehet szervezni, már persze, ha sikerül becsempészni a zárkába egy telefont. Na de hogy jut be egy telefon a börtönbe? Számtalan módja van, mondta Vágó Zoltán, a BV felderítési főosztályának parancsnoka. A legegyszerűbb, hogy valaki az utcáról átdobja a falon a telefonokat, és reméli, hogy nem az őrök találják meg. Került bedobásra döglött galambba vart telefon, került bedobásra műtégla, műkutyakaki. Na most ezeket viszonylag nehéz is felismerni, és ugye logikus, amivel a intézet területén fogvatartottak felügyelet mellett végeznek adott esetben takarító tevékenységet vagy karbantartó tevékenységet, sajnos hozzáférhetnek ezekhez a gyakran álcázott tárgyhoz. A BV felderítési főosztályát 2020-ban pontosan ezért hozták létre, hogy felderítse az eféle kreatív módszereket, és persze sok más visszaélést is. Visszatérünk még rá, hogy pontosan hogyan csinálják. A szombathelyi börtönben 21 óra 13 perckor megkezdődött az akció csendes szakasza. A behatoló egység elindult a célba vett blokkok felé, mi biztonsági okokból maradtunk a drónos egységgel. Két madarat is előkészítettek. Ez azért is lényeges, hogy a vizsgálat megkezdésekor észlelni lehessen azokat az ablakon kidobásokat, vagy egyéb mást, ami fontos bizonyítékként szolgált utána. Ha a szombathelyi börtön 1500 lakójából akár csak egy is észreveszi, hogy szokatlan mozgás van, azonnal riadóztat, és ilyenkor mindenki, akinél tiltott tárgy van, lehúzza a WC-n, lenyeli, felgyújtja, vagy ami a leggyakoribb, kidobja az ablakon. Ezért szállnak fel a drónok, mielőtt a behatoló egység akcióba lendül. 21 óra 20-kor, egy perccel a felszállás után megkapjuk a hírt, hogy a kommandó lecsapott. Most rajtunk a sor, hogy siessünk utánuk. Ez van a drón!
A rabok hírlánca azonnal elindul, amint a kommandósok lecsapnak. A felderítési főosztály eddig rejtőzködő munkatársai hirtelen sietősre fogják, hogy megkezdhessék a kommandó által biztosított zárka átkutatását. A riasztás azonban későn jött. A célpont zárka lakói hátratett kézzel sorakoznak a folyosón. Először a drogkereső kutya megy be, bár itt nem elsősorban kábítószerre számítanak, ez a rutin. Elsősorban levelet, képeslapot, esetleg hivatalos dokumentumot keresnek, amit még odakint egy bűntárs bepermetezett szintetikus kábítószerrel, és amit bent apránként el lehet szopogatni. Volt már rá példa, hogy egy komplett büntető törvénykönyvet találtak droggal preparálva. A börtöndrogok másik nagy csoportja a zárkában kreatívan pancsolt szerek. Alapanyag lehet a teafilter, a festék vagy az asztalos műhelyből lopott hígító. Vágó Zoltán szerint ez a fajta kreativitás szinte határtalan. Ugyan nem Magyarországon, de arra volt precedens, hogy a patkánymérget, mivel vérhígító hatása van, és így a hatásmechanizmusát a bódító hatásanyagoknak meg tudja növelni, valóban használtak már ilyet nem Magyarországon bódító hatásanyag hígítására, itthon még ilyen nem találkoztunk. A BV felderítési főosztálynak az a dolga, hogy minden a rabok által elkövetett szabályszegést felderítsenek. Nagyon más ez, mint a rendőri munka, hiszen itt egy speciális közegben kell boldogulni, egy sajátos szabályok szerint működő kényszerközösségben, amelyet 100%-ban bűnözők alkotnak. Egy ilyen közegben például mindennapos a verekedés, de az csak a nagyon avatott szem ismeri fel, ha egy verekedés többről szól, mint hogy elszabadulnak az indulatok. Egy verekedés, mondjuk, ami az zárkatársak között zajlik, alapulhat adott esetben egy olyan konfliktuson, ami mondjuk tiltott egy kereskedelemből, elszámolási vitából eredhet. Ahhoz, hogy értelmezni tudják, hogy egy verekedés nem csak szimpla verekedés, ismerniük kell a résztvevők előéletét, helyüket a börtönhierarchiában, menőcsávok vagy csicskák, és persze a jellemüket is, megrögzött bűnözők vagy szeretnének változni. Ha valaki gyanússá válik, hogy például tiltott tárgyakkal kereskedik, arra már célirányosan dolgoznak a felderítők, meghallgatják a társait, ellenőrzik a külvilági kapcsolatait, végső esetben pedig úgynevezett kriminalisztikai csapdát állítanak neki. A legegyszerűbb módszer vegyi anyagot használva, mondjuk egy olyan tárgyat megjelölök, amihez a fogvatartott hozzáér, és ugye ahonnan a nyomot, ezt a feltelepített nyomot ő tovább tudja vinni, és látom, hogy merre haladt, mit fogott meg, és így gyakorlatilag beazonosítható válik a rejtekhely. Hogy a szombathelyi börtönben milyen módszerrel azonosították a feltételezett unokázós csalókat, az természetesen szigorú műveleti titok. A kommandó a szószoros értelmében darabokra szedte az zárkát. Fémkeresővel vizsgálták át a matracokat, leszették a lámpabúrákat, egyenként nézték át a ceruzákat, és alaposan megkopogtatták a falakat, nem véletlenül. Az első zsákmány a WC eldugott sarkából került elő. Ez csak simán kimaradó. Hoppá, ott van valami. A csomag első látásra hasis gyantának tűnt, de nem az. Nem tudjuk kívülni a bevizsgálásra. A vizsgálatot egy ilyen hordozható spektroszkóppal végezték el, és kiderült, hogy az anyag egyszerű git. Ennek ellenére ez egy fontos zsákmány. A gittet a rabok arra használják, hogy a falba vájt rejtek helyet levakolják vele, aztán fokrémmel fehérre festik. Na, ezért kopogtatták végig a falakat. Az igazán lényeges zsákmány azonban egy meglepően szimpla helyről került elő. Igen, jól hallották, a láda a férfi ágya alatt volt, ennek ellenére fogalma sem volt róla, hogy kié lehet, arról meg végképp semmi tudomása nem volt, hogy mi van benne. Első pillantásra játéknak tűnik, de bármilyen hihetetlen, ez itt egy mobiltelefon. Milliméretű mobiltelefon, ugye nagy szeretetnek örvend a fogvatartottak között, mivel kisméretű, könnyen rejthető, könnyen csempészhető.
Az apró telefon vélhetően azért volt ilyen könnyen fellelhető helyen, mert a tulajdonosa éppen használni akarta, és nem volt ideje elrejteni, amikor a kommandó rátört. Hogy a szombathelyi börtönbe hogyan jutott be a telefon, az további vizsgálat tárgya lesz. A falon átdobálós módszer ugyanis csak egy a sok közül. Vágó Zoltán szerint, amikor a rabok a külvilággal érintkeznek, az mind biztonsági kockázat. A legsúlyosabb a munkahely. Érdemes elgondolni mondjuk, hogy egy műszaki alkatrészeket bontásra megérkező ládában elrejteni viszonylag könnyű tárgyat, felismerni már viszonylag nehezebb. A felderítési főosztálynak az a dolga, hogy az összes ilyen biztonsági kockázatot azonosítsa. Ami nem egyszerű feladat, hiszen Magyarországon úgy 15 ezer fogvatartott dolgozik több száz munkahelyen, és a csempészek néha hálózatba szerveződnek, nem csak egy börtönt céloznak meg. A fogvatartott a büntetés alatt több intézetben is megfordulhat. Amennyiben ugye átszállításra kerül, akkor azt a kapcsolatrendszert, amivel ő rendelkezett az anya intézetében, azt azért viszi magával. Hogyha valóban volt mondjuk egy kisebb klik mondjuk egy börtönben, akik segítették egymást a tiltott tárgyak bejutásában, ez a klik ez így kiterjedhet másik intézetre is. A BV felderítési főosztály legnagyobb erőssége pont az, hogy ők országosan látnak rá a folyamatokra. Munkatársaik az összes börtönt folyamatosan monitorozzák, így képesek arra, hogy összekapcsolják a látszólag elszigetelt eseményeket. Egyetlen telefon egy zárkában utalhat akár arra is, hogy valakinek nagyon hiányzik a családja, és sokat szeretne beszélni velük. Na de mire kell egy hatfős zárkában? Két telefon. Mit tud róla? Lift volt, mondta a második telefon vélelmezett tulajdonosa. Na de mi az a lift? A börtönökben az egyik legfontosabb illegális kereskedelmi útvonal az úgynevezett lift. A zárka ablakok között madzagon, kötélen, felcsíkozott lepedőn vagy akár hosszú cipőfűzőn lelógatnak vagy éppen felhúznak különböző tárgyakat. Egy biztos, véletlenül nem szoktak beesni az ablakon telefonok. A telefonok elrejtése a zárkában önmagában csak fegyelemsértés, nem bűncselekmény. Azt, hogy pontosan mire használták a rabok a két elrejtett telefont, a későbbi rendőrségi nyomozás deríti majd ki. Vizsgálni kell azért a háttérben egyéb adatgyűjtés mellett, hogy a szabályosítás mellett büntető eljárásra érintett lehet az a készülék. A nyomozást vélhetően megkönnyíti, hogy a telefonok mellett külön elrejtve megtalálták a SIM-kártyákat is. A SIM-kártyák alapján elméletileg könnyen azonosítható, hogy a telefonokról kiket hívtak. Ha a hívott felek között a rendőrség talál majd olyan idős áldozatokat, akiket az unokázós módszerrel vertek át, akkor a telefonok tulajdonosai vélhetően további hosszú éveket töltenek majd a szombathelyi börtönben, vagy egy másik BV intézetben. A Kékfényben Baranyi Béla riportját látták.